Kutatások bizonyítják, hogy a négy lábúak jelenlét a munkahelyen oldja a stresszt, de hogy ez a kutyáknak is jó-e, arról Tornocki Anitát kérdezzük. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem egyedül érkeztél, díszes társaságban. Igen, kóla és izé. De izé az gyönyörű, nagyon kis kedves. Kóla is nagyon-nagyon szép. Mit gondolsz arról, érdemes az embernek csak azért, mert mondjuk oldja a stresszt a négy lábúak jelenléte elvinni magával a kutyusát a munkahelyére? Tehát jót teszünk mi ezzel? Azt gondolom, hogy ez kutyafüggő, tehát kutya karakterétől, illetve viselkedésétől függ. Azért hoztam ezt a két kutyust, mert izét mondjuk bátran elvinném egy munkahelyre, kólát már kevésbé, tehát neki olyan mozgásigénye van, és olyan magas energiaszintű kutya, hogy neki most ez a pár perc, hogy itt nyugton kell maradni, ez is nagyon nagy kihívás. Tehát ő állandóan mozog, állandóan ismerkedik, itt ami előtt bejöttünk a stúdióban, mindenkit megszagolt, mindenkit üdvözölt, tehát abból munka biztos nem lenne, ha egy munkahelyen benne lenne, mert egész nap valaki vakargatná a fülét. Tehát nagyon hasznos tud lenni egy kutya stresszre vezetésnek, de azért arra is kell figyelni, hogy ez a kutya is jól érezze magát, és ne vonja el túlságosan a munkahelyet. Többen szokták azt mondani, hogyha például anyaként a gyermeked jelen van, akkor ugye nehezebben dolgozol, nehezebben figyelsz. Szerintem valami hasonló lehet egyébként a kutyával kapcsolatban is egyébként, mert ő is végülis egy nagyon szoros családtag, viszont tényleg akkor csak az a megoldás, hogyha speciálisan a kutya képes arra, hogy mondjuk azt a 6-8 órát igazából nyugodt körülmények között teljesen türelmesen végülje, végfeküdje a munkájunkon. Igazából például ő tökéletesen boldog lenne, ott ülne az íróasztalom mellett, és mondjuk kávészünetbe, ebédszünetbe kimennénk sétálni, és ő attól boldog lenne. Kóla már kevésbé, tehát tényleg a kutyára is szabni kell ezt a lehetőséget, illetve azt is meg kell nézni, hogy adott esetben a kutya mennyire szociális, tehát hogyha minden is alkalommal, amikor bejön valaki az irodába, a vadugatásba kezd, akkor nyilván nem annyira jó, vagy ha mondjuk a többi kutyával, aki nyugodtan fekszik az irodába, nem jön ki jól, vagy folyamatosan nincselkedik. Tehát azt gondolom, hogy tényleg a kutyánkra és saját magunkra kell. Hát akinek van igazából jobban szüksége a simogatásra, a kutyának, vagy úgymond a gazdinak, mondjuk adott esetben munkahelyen, mert ugye vagy volt... Munkahelyen szerintem az embereknek van nagyobb szüksége a kutyákra. Volt is ilyen kutatás egyébként, ahol igen. Ezt... Boldogsághormon termel a kutyának a jelenléte. Miben segítheti még szerinted, hogyha ott van velünk? Alapvetően van nagyon sok ilyen jellegű kutatás, hogy konkrét biológiailag mérhető dolgokban segít, tehát leviszi a pulzus számot, meg ilyen jellegű kutatások vannak. Tehát nyilván, meg ugye amit említettél, az oxitocin termelés, tehát nyilván nagyon jótékony hatása lehet az ő jelenlétüknek, de mondjuk koncentrációban azt gondolom, hogy azért el tudja vinni az embereket egy kicsit. Én például beszoktam ide hozni a stúdióba a Chloét, igen, ő teljesen el van, mondjuk eléggé játékfüggő, majd Anitánál fog landolni egyébként a következő hetekben. Hát hozzá fog költözni. Meg tényleg? Picit. Igen, mert ugye az én kutyámmal az a baj. Nevelési nehézségeket? Nem, olyan, mint a Krisztián, csak magával foglalkozik. Apja lánya. És az apja szeretné, hogyha egy kicsit megpróbáljuk egy picit szocializálni más kutyákat. Velük fog együtt élni, hogyha jön hozzám. Úgyhogy... Mit látsz egyébként, az emberek mennyire nyitottak erre az ötletre? Most, hogy a munkahelyek még inkább biztosítják ezt a platformot, hogy jöhetnek? Én azt gondolom, hogy a fiatalok bevállalósabbak, mert ilyen kreatívabb munkahelyeken látom, grafikusoknál, reklámügynökségeknél, tehát ahol sok fiatal dolgozik együtt, ahol kreatív munka van, kevésbé kötött, kevésbé van az, hogy 8-tól 5-ig ülünk egy íróasztalnál, hanem ahol lazább, ahol mondjuk adott esetben többször meg tudják szakítani egy-egy gyors sétaszünettel a munkát, tehát ahol kötetlenebb egy kicsit a munkaidő, ott vállalják be leginkább. Talán igazából a te saját fejedet is szellőzteti, mert nyilván rá vagy kényszerítve arra, hogy kicsit kimenj, kimozdulj, és utána újult erővel tudsz visszatérni. Igen, azt gondolom, hogy a lényegesen jobb, mintha mondjuk cigiszünetet tartanak. Az mindenféleképpen. Beszélni tudnak a kutyáid valamilyen nyelven? Mert egyébként utána Baló Júliával fogjuk folytatni, és a nyelvtanulás fontosságára fogunk beszélgetni. Tehát, hogy oroszul, németül, esetleg angolul. Nagyon érdekes volt, múltkor volt nálam három angol nyelven kommunikáló kiskutya, és velük angolul kellett beszélni. Úgyhogy ez egy érdekes tapasztalás volt, ők magyarul beszélnek. Anita, nagyon szépen köszönjük neked és a kutyáknak, főként Izének, nekem ő egy óriási kedvencem lett. Izé? Igen, ő köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönöm.